Karácsonyra készülve, karácsonyi pályázat az Aranyban, jégvirágmesemondó verseny, útfelújítási csúcs született az idén. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. december 22-én 18 óra 5 perckor. A György István Katolikus Általános Iskolában is karácsonyi környezet fogadta a könyvtárban is a gyerekeket. Elkészültek az osztály és a folyosó dekorációi is, tudtuk meg Kovács Miklósné igazgatótól. Az iskolában az adventi időszak nagyon bensőségesen zajlott a téli szünetig. Az osztályokban mindenhol már az ünnepre való hangolódás zajlik, hiszen a tanítási órákon, itt különösen azokon az órákon, amelyek kézügyességet igényelnek, ilyen a vizuális kultúra óra, a technika óra. Itt a gyerekek már különböző díszeket készítenek, amelyekkel a saját osztálytermüket díszítik, illetve haza is visznek belőle, valamint különböző kis apró ajándéktárgyakat is készítenek, amelyeket gondosan elraknak, és majd, amikor elérkezik a nagy nap, a csodavárásnak vége lesz, akkor ők is a karácsonyfa alá csempészik otthon. Az osztályokban is a dekorációk elkészülnek, folyamatosan készülnek, hiszen az adventi időszak az a felkészülésről szól. Mi a karácsonyfát is az utolsó héten állítjuk fel, és az advent, a betlehemi jászlak is akkorra készülnek el. Bár itt a háttérben van néhány olyan elkészült munka, amely pályázatra készül. Évek óta az egri érseki palotának a látogató központja kiírja a betlehemes pályázatot, és oda mi minden évben készítünk betlehemeket, és most még az a feladatunk, hogy oda elszállítsuk, most már összegyűltek, hiszen közeleg a határidő. Az elmúlt időszakban mindig nagyon szép eredményeket értek el a gyerekek, hiszen ezeknek megtörténik az értékelése, a kiállítása, és gazdag jutalmakat kapnak a gyerekek ezért, szívesen is készítik. De aztán várják is vissza, hiszen ezek olyan kedves emlékek számukra, hogy évek múlva is visszahozzák, megint gyönyörködnek benne, és aztán hazaviszik, és otthon még a karácsony napjaiban a lakást díszíti. A Tea világnapján az igazgatónő osztályát meghívja Tea délutára, és ott megajándékozzák egymást a gyerekek, akik a neveket már kihúzták, és most nagy a titkolózás, hogy ki kinek készíti. A neveket már kihúzták, és ilyenkor aztán megy a nagy titkolózás, hogy ki kinek készíti. A kitétel az, hogy saját készítésű ajándék legyen, és valami személyes. És aztán majd az ajándékoknak az átadására kis jellemzéssel kerül sor, hogy ki az, aki magára ismer. A téli szünet előtti utolsó nap az iskolában lelki nap lesz, gazdag tartalommal. A másodikosok és az ötödikesek adják a karácsonyi műsort, majd egy filmet néznek meg a diákok a karácsonnyal kapcsolatban. A téli szünet előtti utolsó nap az az iskolában lelki nap már évek óta. Ilyenkor ezt gazdag tartalommal töltjük meg. Már az osztályok készülnek, ilyenkor a másodikosoknak és az ötödikeseknek a feladata, hogy karácsonyi műsort készítenek a társaik számára, és ezt bemutatják. Hát azt majd most jelen pillanatban az adott járványügyi helyzet fogja meghatározni, hogy ezt online módon fogják megtekinteni az osztályok, vagy jelenléttel a templomba meg tudjuk nézni, mindenféleképpen tagozatonként fog megtörténni. Tehát ők már készülnek a műsorral, aztán tematikusan felépítve minden évben a gyerek egy-egy filmet néznek meg a karácsonnyal kapcsolatban. Emellett gyűjtenek másoknak is szeretett csomagot a rászorulóknak. Korábbi években a kárpátaljai gyerekeknek gyűjtöttek, most a cipős doboznyi ajándékokkal a plébánia és a máltai szeretett szolgálat rászoruló gyermekek karácsonyi gyűjtéséhez kapcsolódtak. Ebben az évben is gyűjtünk, bár most eltérően a korábbi évekhez, mert korábban a kárpátaljai gyerekeknek gyűjtöttünk, most azonban a járvány átértékelte ezt. Most cipős dobozban ugyanúgy gyűjtünk, és a plébániának a gyűjtési akciójához kapcsolódunk, illetve a Mártai Szeretett Szolgálathoz, és ő általuk majd a rászoruló gyerekeknek juttatjuk el, hogy nekik is szép karácsonyuk legyen.
Mint kiderült, a családok is készülnek az ünnepre. Osztályfőnöki órákon erről beszélgetnek a gyerekekkel, és az adventi koszorúk gyertyáit vasárnaponként otthon is meggyújtják, ezzel hangolódva a karácsonyra. Osztályfőnöki órákon erről beszélgetnek a kollégáim, és jó magam is osztályfőnök vagyok, és beszélgettünk már arról. Otthon már mindenhol előkerültek az adventi díszek, adventi koszorúkat készítettek, és ott vasárnaponként meggyújtják a gyertyákat. Így a diákok már teljes karácsonyi hangulatban kezdték meg a téli szünetet. A Karcagi Arany János Általános Iskolában Szentesiné Nánási Tünde igazgatóval beszélgettünk a karácsonyi pályázatukról. Az iskolában az adventi készülődés egyik középpontjában a képeslap készítő pályázat meghirdetése áll. Második éve írták ki azt, mert úgy gondolták, hogy a mai digitális világban kicsit visszatekintenek a régmúltba, amikor még a rokonoktól nem messenger üzenetet, hanem gyönyörű téli és karácsonyi üdvözlőlapokat kaptunk. Az iskolánk is minden évben nagy örömmel készülődik a legszebb ünnepünkre, a karácsonyra, és az adventi készülődésünk egyik középpontjában, már most második éve a képeslap készítő pályázatunknak a meghirdetése, pályáztatása, és aztán végül az eredmény hirdetés is áll. Második éve úgy gondoljuk, hogy a mai világban, ahol a digitális kompetencia és a digitális élet felé fut az életünk, egy kicsit visszatekintünk a régmúltba, amikor mi is gyerekek voltunk, és a rokonainktól nem messenger üzenetet, hanem gyönyörű képeslapokat, téli és karácsonyi üdvözlőlapokat kaptunk. Úgy gondoltuk, hogy ezzel a pályázattal szeretnénk ezt a régi világot megidézni így karácsony tájékán, és egy kicsit lelki készülődés közben gyönyörű képeslapokat gyártunk jó magunk is, mi is, a gyerekek, és várjuk a városból érkező pályaműveket is. Tavaly online formában kértük meg, képeket kértünk róla, amit aztán összeállítottunk, és az iskolánk Facebook oldalán lehetett megtekinteni. Úgy gondoltuk, hogy ebben az évben szeretnénk a kezünkbe is fogni ezeket a pályaműveket, így most ténylegesen úgy várjuk a pályaműveket, hogy borítékban, természetesen minden egyéb dologgal együtt, ami ilyenkor kell egy pályaműnek a megjelenítéséhez. A pályázattal azt szeretnék elérni, hogy gyönyörű képeslapokat tervezzenek a város iskolásai tetszőleges technikával, a régi karácsonyi lapok mintájára. Bármilyen technikában dolgozhatnak, a követelmény az, hogy képeslap méretűnél nagyobb ne legyen. Tekintsenek vissza egy kicsit, kutakodjanak a régmúlt képeslapjainak a világában, ihlesse meg őket, és a szabadon választott technikával bármilyen pályaművet elfogadunk. A gyerekek nagyon szeretnek ragasztani, vágni, gyöngyökkel foglalkozni, úgyhogy a tapasztalatunk az, hogy gyönyörűséges, gyöngyös képeslapok készülnek, de annyi ezer pályázat érkezett tavalyi év folyamán is, hogy tényleg a gyerekek fantáziájára van bízva, hogy mi az, amit szeretnének megjeleníteni. A beérkezett munkákat a nevelőtestület három tagja és Kovácsné Szendrei Borbála, az iskola egykori igazgatója bírálja el. A nevelőtestületünk három tagja, illetve meg szoktuk hívni iskolánk nyugalmazott igazgatónőjét, aki óraadóként még most is tevékenyen részt vesz iskolánk életében. Kovácsné Szendrei Borikát is szeretnénk a zsűri közé invitálni. A képeslapok pedig az iskolában és a Facebook oldalukon is megtekinthetőek lesznek a díjátadás után. Lassan három évtizede hirdeti meg karácsony előtt a Jégvirág Városi Mesemondó versenyt a Dériné Kulturális Központ Csokonai Könyvtára a város alsó tagozatos tanulói számára. Mint Szabó Péterné gyermekkönyvtárostól megtudtuk, még a gyerekek házában indult a rendezvény sorozat, mely már a rangos eseményén nőtte ki magát, hogy idén 4 napos volt a verseny. Ez a verseny már nagyon régi múltra tekint vissza, több mint 30 éves, tehát még én is izgulhattam a saját gyerekeimért, mint ahogy ma itt sok szülő és pedagógus fog izgulni a saját tanítványaiért. A versenyről azt kell tudni, hogy Jégvirág címmel karácsonyi történeteket hoznak el a gyerekek évről évre. Bővítettük egy kicsit a kiírást,
hiszen nem csak karácsonyról szabad szólni a mesének, hanem bármi, ami a szeretettel, a barátsággal kapcsolatos történet, az belefér ebbe a mai rendezvénybe. Nagyon változatos mesék vannak a klasszikus történetektől, a vicces történeteken keresztül, és hát valóban ünnepez nekünk, mert nagyon tavaly csak online formába tudtuk megrendezni, és az idén is féltünk, hogy nem lesz jelenléttel megvalósítható ez a mai mesemondás, márpedig a mesemondás az így az igazi, hogy van közönség is, aki azért mosolyog, hogyha olyan van, vagy egy kicsit lebigyezti az ajkát, ha szomorúbb a történet. Az első napon a legkisebbek, az elsősök, majd következő délutánokon a második, a harmadik és negyedikes tanulók kápráztatták el meséikkel a zsűrit, felkészítőiket és a megjelent szülőket. Nem véletlen ez, hogy 4 napra tettük ezt a versenyt. Egyrészt ez a vírusnak is köszönhető, hiszen a több mint 50 jelentkezőnk van, ami azt jelentette, hogy 1 napra úgy gondoltuk, hogy az 25 az nagyon sok. Főleg, hogy nem szerettük volna sem, hogy zárt körül legyen, hanem tényleg a szülők és a nagyszülők is bejöhetnek, testvérek együtt izgulhatnak a gyerekekkel, tehát legyen ez egy ünnep. És ezért döntöttünk úgy, hogy 4 napra osztjuk el. De hát ez 4 különböző zsűrit jelent, és hát sajnos a zsűri esetében is közbeszól az élet, úgyhogy több megbetegedéssel is küzdünk, de magyar szakos tanárok, tanítónők, illetve könyvtárosok vagyunk a zsűriben többen. A mesék a karácsonyról, az állatokról, a családról és a szeretetről szóltak. Idén egy bank támogatásának köszönhetően arany, ezüst és bronz minősítéseket adnak át a gyerekeknek, és minden résztvevő kap ajándékot. Nagyon hálásak vagyunk, mert ebben az évben egy banknak köszönhetően több mint 50 mesekönyvet tudtunk vásárolni, úgyhogy minden résztvevő kap, és így nem kell a zsűrinek nagyon erősen zsűriznie, hiszen arany, ezüst és bronz minősítést fogunk kiosztani, és mindenki egy könyvvel és egy oklevéllel gazdagabban térhet haza, hiszen itt ma a város legjobb mesemondói vannak. A zsűri értékelésében mind a 4 napon útmutatásokkal látják el a gyerekeket, amit a következő versenyen már jól tudnak majd hasznosítani. Az eredetileg tervezett 1000 kilométerhez képest negyedével több útszakasz rendbetétele készült el, vagy legalább kezdődött meg 2021-ben. Az idei beavatkozások nagyobbik hányadát a vidéki életminőség emelését célzó Magyar Falu program forrásai tették lehetővé. 2017 óta összesen 175 kilométernyi gyorsforgalmi út rekonstrukciója zárult le a forgalom folyamatos fenntartása mellett. A közutak megfelelő műszaki állapota fontos a magyar emberek, a vállalkozások és az egész gazdaság számára. A kormány jelentős forrásmennyiséget mozgósít a 2010 előtt felhalmozott jelentős karbantartási lemaradás ledolgozása érdekében. Az elmúlt évtizedben több mint 6000 kilométeren állították helyre, főként az alsóbrendű utakat. A Magyar Közút 2021-ben lezáruló, vagy idén megindított beruházásaiban összesen mintegy 480 szakasz újul meg. A több mint 1250 kilométert érintő fejlesztések összértéke megharadja a 220 milliárd forintot. A ráfordítások felét a kistelepülések lakosság megtartó képességének erősítését szolgáló Magyar Falu program biztosította. A program forrásaiból támogatott projektek tették ki az idei beavatkozásokban érintett útszakaszok több mint 4/5-ét, a rendbetett kilométerhoz közel 2/3-át. Magyarország előre megy, nem hátra. 2021-ben még az eddiginél is nagyobb lendülettel folytatták a főutak és mellékutak felújítását, a közlekedés biztonságát is javító munkálatok 1276 kilométerre évtizedes rekordnak számít. A Magyar Közút beruházásaiban összesen 175 kilométerre kiterjedő munkálatokat komoly műszaki bravúrral, teljes lezárások nélkül, jól kigondolt forgalomterelések mellett végezték el. A kormány támogatásával idén összesen közel 9 milliárd forintért vásárolhattak új munkagépeket, míg 2010 előtt erre alig költhettünk, a múlt évtized elejétől mostanáig több mint 43 milliárd forintért szerezhettünk be 1500-nél is több eszközt az utak üzemeltetéséhez, karbantartásához. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön,
a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!